Szép estét köszöntöm Önöket, ez itt a Nápoly. Ma egy ilyen nagyon szörnyen izgalmas adással köszöntöm Önöket, ugyanis hát hamarosan itt van a Halloween, és azért ezt mi szeretjük azért egy picit megünnepelni, fiatalok, de természetesen a Minden Szentekről és a Halottak napjáról is fogunk beszélgetni. De ha már Halloween, azért vannak most már ilyen kis tematikus partik, és ezért van itt velem Simonváros Lili, aki fantasztikus minkeket fog nekünk készíteni ma itt az adásban. Szia. Hát nagyon bízom benne. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na, kezdjük el az alapoktól, hogyha otthon neki akarunk ennek futni, ennek az egész dolognak, akkor mi az, ami mindenképpen legyen otthon nekünk? Hát, ami mindenképpen legyen, egy kis türelem, mert azért a kezdés az sok gyakorlást igényel. Egyébként nyilván most ez a töredéke a készletemnek, szóval most csak azt hoztam, amire nagyjából szükségem lesz. És hát jó, egy picit többet, de a mindig több az ugye mindig jobb. Ami a legfontosabb szerintem egy arcfestéshez, az az ecset. Igen, az rengeteg ecset is van nála. Igen. Meg gyönyörű, hát ezt én megmutatnám ezt az arcfestéket, mert hogy ez valami csodálatos. Igen, ez már egy kész paletta, ez egy csíkos paletta. Azt a mindenit. Jó, és hogyha már mondjuk megvettünk ezeket a fantasztikus eszközöket, tényleg ezeket a gyönyörű színeket, ecseteket, akkor hogyan fussunk neki? Mi az első teendőnk, hogy utána úgy vihessük fel ezeket a festményeket, hogy az tartós is maradjon? Hát a tartóság azért az nem mindig evidens, mert tulajdonképpen úgy lesz tartós egy festék, hogyha végén fixáljuk. Ez ugyanúgy van, mint a sminknél, de azért ezek egy nem vízálló dolgok. Nyilván már készülnek belőle vízálló festékek is, de ezek per pillanat nem vízállóak, szóval egy fixáló kell a végén, hogy ez tartós legyen. Értem, tehát akkor tulajdonképpen ne ázzunk el benne azért, Tehát, hogy erre nagyon-nagyon figyeljünk oda. Na, akkor már megvettünk minden anyagot, felraktuk a festéket, már le is fixáltuk. Mi az, amire esetleg még azt mondod, hogy nagyon ügyeljünk, amikor egy ilyen sminket rakunk fel magunkra? Hát, mint festő a legfontosabb a fertőtlenítés. Az nagyon fontos, nyilván azt most itt nem fogom produkálni, de minden festés előtt nagyon fontos, hogy a festékektől elkezdve szivacsokon át, tényleg ecseteket, mindent le kell fertőtleníteni, mert nyilván arcról arcra dolgozunk, főleg amikor egy ilyen nagyobb buli van, vagy rendezvény, úgyhogy az nagyon fontos. Erről is majd mindenféleképpen foggatlak még egy kicsit. Ma kettő sminket is fogsz nekünk készíteni, egy fiút és egy lány sminket is. Ezt elárulhatjuk előre, hogy mi lesz a tematikája ennek a két sminknek? Igen, én nagyon örültem, hogy felnőtt modelleket igen kaptam, mert a legutóbb ugye gyerekeket festettem, de hál' Istennek pont ez az ünnep, amikor az év bármelyik szakaszában ez az ez egyetlen, amikor felnőttek is kedvet kapnak. Sőt, szerintem mi még jobban, mint a gyerekek. Igen, talán, sokszor, nem? Igen, hál' Istennek, úgyhogy én ezt az időszakot nagyon élvezem, mert ilyenkor tényleg olyanokat festünk, amit egész évben nem. Eltűnnek a pillangók, a szivárványok, és akkor most jönnek az igazán rémisztő, véres, ijesztő sminkek, úgyhogy ez izgi rész. Akkor ez neked valahol egy kicsit kihívás is ilyenkor. Igen, és szoktam is rágyakorolni otthon sokkal többet, mint más alkalmakra, mert azért nyilván nem minden nap fest az ember koponyát a pillangó Persze. helyett, úgyhogy ez egy kihívásos időszak, úgyhogy én nagyon élvezem. Hagylak most már téged majd itt egy picit alkotni, hogy tényleg tudjunk haladni a sminkkel, majd hamarosan be fog jönni hozzád Ákos és Viki. Mi pedig addig elmegyünk egy másik boszorkány konyhába, ugyanis Niki és Zoli ismét kisütött valamit. Nézzük meg! Ismét egy újabb recepttel készültünk. Szia, Zoli! Szia! Egy kicsit azért kedvezünk a Halloween szerelmeseinek, és én úgy gondolom, de mondd el, hogy mivel készülünk nekik most. Így van, ugye az volt a kérés, hogy valami olyan legyen, hogy egy kicsit a Halloweenhez kötődik, meg egy kicsit úgy a novemberi hónaphoz. Hát, talán az egyiket sikerült eltalálnom. A másik, igazából én arra gondoltam, hogy olyan sokan kérdezik, és olyan sokan szeretnének jó sztéket enni, meg jó sztéket sütni, otthon természetesen, és akkor arra gondoltam, hogy akkor legyen egy szték, egy kicsit egy, nem tudom, te mennyire szereted, egy kicsit ilyen félangolosra. Hát majd kiderül most. Jó, egy kicsit félangolosra fogjuk majd készíteni. Tehát egy marhasztéket készítünk zelleres burgonyapürével, készítünk hozzá egy kis, ahogy szokták mondani mostanában, hogy a roppanós elemnek, egy kis simei gombát, nagyon érdekes és nagyon finom lesz majd. Különben érdekes a gombával kapcsolatban, hogy ezt így nyersen, míg az összes többi gombát
érdemes akár nyersen is megkóstolni. Ezt nem, mert hogy ez egy kicsit kesernyés, és amikor majd elkezdjük sütni, akkor fogja majd elveszíteni ezt a kesernyés ízét, és készítünk hozzá egy nagyon egyszerű gránátalmás salátát. Jól hangzik, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Nézzük! No, elsőként nagyon fontos dolgot kell csinálnunk, méghozzá azt, amit nem hiszem, hogy sokan csinálnak, egy tök üres serpenyőt, vagy egy ilyen kis nagyobb bacska peremű serpenyőt fel kell melegítenünk. Teljesen üresen. Teljesen üresen, nem teszünk bele semmit, se zsíradékot, se semmit. Az a lényeg, hogy jó átforrósodjon maga a serpenyő. Ettől is múlik majd az, hogy jól sikerül-e a steak. Meg a másik, hogy ez az a lényeg, hogy egy két óra hosszával előtte vegyük ki a húst a hűtőből, és szobahőmérsékleten kell, hogy legyen. Ugyanis, hogyha ez egy hideg hús lenne, az egy meleg serpenyő, akkor annyira összerántja, hogy nagyon rágós lesz, és így tudjuk pihentetni. Tehát érdemes esetleg papírtörlőn is egy kicsit leszárítani, hogy szobahőmérsékletű legyen. Én közben feltettem a burgonyát meg a zellert, igazából ez kap egy, az zellertől kap egy ilyen különleges ízt, csak só van benne, és majd ezt megcsináljuk pürének, és amit neked szántam feladatot, az pedig a könnyezés. Hagyma, a könnyedés. Na most nagyon finomra kellene majd ezt felvágni, közben én addig nem csináltam semmit a hússal, tehát abszolút natur. Most fogom majd beborsozni, illetve megsózni. Ugyanis, hogyha bepácolnánk előtte már, mint úgy, hogy sót is tennénk rá, akkor ugye a só az kivonja a húsból a nedvességet, ettől kiszárad, ettől is rágós lehet. Nagyon fontos, hogy milyen vastag a húsunk, tehát például, hogyha most ezt én így egybe raknám, akkor lenne egy, mondjuk azt, hogy egy rendes igazi steak, ez is az, csak én ezt most ketté vágtam, és ilyen vékonyabb, egy ilyen 5 centis. Ez is meghatározó, hogy mennyit kell majd sütnünk a húsunkat. Amikor majd sütjük, akkor el fogom mondani, jó? Akkor dolgozzunk. Lefele legyen a sós borsos része, most mehet rá a másik oldalára egy kis sóbors. Úgy. És azt csináljuk, hogy most durván egy fél perce megy a 2 percig pirítjuk. 2 perc után megfordítjuk, és akkor már egy nagyon picike kis olívóolajat nyugodtan lehet ráönteni, és akkor kapjuk majd meg ezt a jó kis kérget. Aki jobban szeretné átsütni, akkor még ezt lehet akár sütőben is folytatni ezt a sütést. Ha pedig véresebben szereti, akkor pontosan így jó, ahogy van. Amit nem ajánlok még akkor is, hogyha valaki nem kóstolta és nem evett steaket, hogy teljesen átsütve, mert akkor egy sertés oldalast is megehetnénk, tehát semmi jelentősége nincsen. Tehát nagyon fontos, hogy a steaknél egy kicsit ilyen félig átsült
az a legmegfelelőbb. Fontos jellemzője az, hogy pihentetni kell, és érdemes egy-egy ilyen kis vajat rátenni, ez majd még szépen bele fog olvadni, és semmit nem teszünk vele, csak egy kicsit letakarjuk, és akkor ezt egy olyan 5 percig pihentetjük körülbelül, vagy addig, amíg el nem készül maga az egész ételünk. Egy mártás lesz. Ugye maga a mártásba beleteszünk egy nagyon kevés alaplevet, illetve vörösbort, és akkor majd ezt a végén átturmixoljuk, leszűrjük. Ha valaki nagyon szereti benne esetleg a hagymát, akkor az belemehet. Összefőztük a burgonyát, illetve a zellert, vajat, tejszínt teszünk vele, és nem botmixerrel, hanem ilyen kézi habverővel, és akkor nem lesz olyan nyúlós. Zoli, ez pikpak megvolt, és annyi minden hozzávaló került rá. Egy, kettő, három, négy fajta dolgot csináltunk, és még laktató is, és gyönyörű lett a hús, tehát nagyon-nagyon szép lett, tehát tényleg arra kell figyelni, forró serpenyő, és úgy, ahogy mutattam meg, hát ahogy majd le lesz írva. De én kíváncsi vagyok azért, mert hogy te még ilyet nem ettél, ilyen félangolos, hogy milyen, úgyhogy kóstoljuk meg. Jó. Finom. Ugye, hogy jó? Úgyhogy jó étvágyat hozzá. Így van, próbálják ki. Mondjuk azért ilyen ételek után kicsit nehéz így megszólalni, hiszen azért az embernek összefut a nyál a szájába, de hát tekintsünk el, de természetesen kóstolót most sem hoztak belőle. Na mindegy, megyünk is tovább, ugyanis egy nagyon-nagyon-nagyon nem mindennapi vendéget köszöntünk a stúdiónkban, ugyanis itt van velünk Iszett főpapnő, aki már Japánt is meghódította, hiszen kapcsolatot tud teremteni a spirituális világgal, és számos jóslata is bekövetkezett már az évek során, például egy magyar sztár halálát is már előre megjósolta. Szia, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Szia, és köszöntöm a kedves tévénézőket is. Na hát azért ez egy nagyon izgi téma. Én kezdésként azt szeretném, hogy egy picit
mesélj magadról, mert én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez már gyermekkorod óta megvan benned, ez a készség vagy képesség, vagy ez így kialakult? Ugye én ezt már sok helyen lenyilatkoztam, igen, gyermekkoromban is már megvolt, csak hát ugye már nem vagyok 20 éves, és ezáltal ugye a családba próbálták úgymond kinevelni belőlem, tehát nehezen fogadták el, de nem csak én vagyok ilyen a családban, igaz, hogy azok már meghaltak, a nagyszüleim és nagynényém is ilyenek voltak, kinek mi egyiknek gyógyító volt, tehát voltak több mágai, és hát a gyerekkorban nem a jó oldalt láttam, tehát szörnyű volt, ezért talán meg is értem a gyerekeket, amikor fordulnak olyannal hozzám, hogy a gyerek lát a sarokba ezeket, vagy azokat, és hogy valós igaz, vagy nem valós igaz ezek, amikor a gyerekek ugye úgymond képzeletbeli barátokat látnak, és hogy ha olyan durvákat mond, akkor az valós is, a szülő számára is tudhatja, mert én ezeket átéltem. És akkor volt egy idő, amikor azt úgy elnyomtam magamba, és akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy nem volt ott az ideje. Tehát mindennek megvan a maga ideje, amikor előveheti ezt a tudását, vagy éppen mutatják. Tehát azt se tudom azt mondani, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy itt a legfontosabb az alázat, a tisztelet. Tehát lehetünk mi nagyon okosak és szépek, de a szellemvilággal szemben nem lehetünk elég alázatosak. Mert ők azok, akik nekünk megadják az Istenek, az Istennők, a Teremtő, ki miben hisz, tulajdonképpen a képességeinket, az, hogy milyen úton tudunk bejárni, hogyan segítik ezt az utunkat, de akár bármilyen útról is beszélek, az lehet egy orvos is. Tehát úgy fogalmaz, nem vagyunk egyedül, de mégis segítenek, tehát így fogalmaznék. Ez azért nagyon megnyugtató, hogy ezt mondtad, hogy nem vagyunk egyedül, de azért segítenek. Biztos is, tehát csak ugye, amit mondtam, tisztelet. Tehát amikor elkezdenek itt ok nélkül szellemeket idézni, nem hozzáértően mágiázni, ez most nagyon divatos lett, és minden ott fönt van az interneten, veszélyei vannak. Tehát nem véletlenül születnek ilyenkor beteg gyerekek, vagy nem jön össze a gyermekáldás. Sok komoly következménye van ennek. Egyébként, amikor te így kommunikálsz ezzel a szellemvilággal, nem tudom, hogy hogy fogalmazok helyesen. Igazából mindegy. Én nem szeretem túl misztifikálni. Tudom, sokan azt misztifikálni. Én nem. Én ugyanolyan ember vagyok, mint te, vagy bárki más. Van ez az áldásom, van ez a képességem, amitől egy picit másabb vagyok. Én ezt így fogalmaznám meg. És hogyan tudsz velük kommunikálni? Vagy ez változó. Ők jelentkeznek? Van, amikor igen. Tehát most, hogyha itt lenne mondjuk veled egy elhunyt lélek, vagy éppen szeretnek kommunikálni, akkor ha tetszik, ha nem, akkor mondanám. Sokszor még én sem emlékszem rá, ezt hívják médiumi beszédnek, vagy éppen írásnak, mert valamikor írásban is. Amikor meg olyan van, mint ugye említetted a japánokkal, akkor konkrétan ők mondták meg a helyszínt, én azt tudtam, hova megyünk sokszor, és ott maga, aki éppen ugye Kagliostoglófot vagy Báthori Erzsébetet veszük, vagy Erasmust, ez a három volt, ott ugye megidéztem őket. Tehát megkértem. Tehát ezeknek vannak veszély, és iszonyatosan kimerítő, fárasztó. Tehát ami nagyon fontos elmondani, hogy sokan azt hiszik, hogy ez így. Valóban, csak ha komolyan csinálja valaki, és nem csak hozzátesz ilyen rizsát, akkor ez nagyon kimerítő. Tehát úgy képzeld el fizikálisan is, mintha végigkapáltad volna fél napot. Tehát a fizikai test. Elhiszem, persze, hát azért ez egy nagyon komoly szellemi munka. Iszonyatosan komoly, iszonyatosan, de egy csodálatos. Tehát most is azt mondom, hogy áldott vagyok, hogy én nekem ez a képességem van, holott vannak, akik ebből megkülönböztetnek, meg akár mindig el szoktam mindent mondani, én ugyanúgy élek, mint bárki más, van ez az áldásom, nyilván ennek tudatában és ezzel alkalmazkodva. Volt már esetleg olyan, hogy mondjuk összekötetésbe kerültél egy szellemmel, és olyan dolgokat tudtál meg tőle, vagy hallottál, vagy olyan információt adott neked, amin esetleg még akár te is meglepődtél? Napi szinten van ilyen. Jézusom. Tehát napi szinten van, amikor jósolok, én nem csak jósolok, tehát van, amikor egy kártyát előveszek, és akkor van, amikor kártyát se veszek elő, és az ügyfél néha azt hinné, hogy esetleg nem dolgozom, és akkor el szoktam mondanom, de. Például még showból is jósolok. Tehát ez is sokan meglepődnek, vagy résből. Igen. Igen, mert hogy ugye kávézatsz, meg ilyen. Azt is igen. A showból, résből, ez mindig az adott szituációtól függ, hogy mi jön le, sőt, vízből nagyon szépen lehet jósolni, de nem az, hogy most kiöntöm a viaszt, hanem csak egyszerűen a vízben.
lévő dolgokat, információ. Víz az egy információs csatorna, hiszen a testünkben is ott a rengeteg víz. Azért én úgy tudom elképzelni, aztán lehet, hogy rosszul képzelem el, hogy azért te így jössz, mész, és így érzed ezeket az energiákat. Persze, valószínűleg. De ki kell tudni zárni. Tehát ugyanúgy elmegyek vásárolni. Van olyan, hogy amikor mondjuk bemegyek egy áruházba, csak azt veszik észre, hogy minél több ember jön körém. Ugye az energiáim miatt. Ugye ez szükség van. Én hagyom. Tehát nem fog. Viszont van úgy, hogy amikor már annyira sok, akkor úgy érzem, mintha fölvenne egy szűk ruhát, és összenyom téged, vagy egy dobozba bezárnának, akkor volt olyan, hogy a kosarat is ott hagytam, és kimenekültem. Tehát kell a levegő, mert egyszerűen megfolyt. Tehát vannak ilyen hátulütői, tehát nem azt mondom, de mint minden hivatásnak. Mert ez nem egy szakma, ez nem lehet tanulni, és van egy része, amit tanulható, és van egy része, amit áldásként kapunk, hogy elég méltóak vagyunk-e ahhoz, amit képviselünk, hiszen mi, és azért mondom, hogy nem csak én, mert vagyunk tényleg csak egy maréknyian az országban, akikre én is ugyanúgy fölnézek a mestereimre, mert a többi, hát nem akarok senkit megbántani, de maroknyian vagyunk, és tisztelem őket is azért, mert tudom, hogy mit tettek le az asztalra. Ez nem olyan, hogy egyik nap, itt mindent az alapoktól kell kezdve. Hiába volt az őseim között olyanok, akik ezt üszték, de attól még a lexikális tudást meg kell tanulni. Az már más kérdés, hogy utána mennyit képes az ember fejlődni, de nem leszünk egyik napról a másikra médiumok. Bizonyos értelemben igen. De ahhoz is valamit kell tudni. Tehát a médiumítás nem játék. Tehát én mindig elmondom, az egész mágia, a kártya. Ha kiveszünk egy kártyát, az is tulajdonképpen, mert van, hogy azt mondják, hogy jaj, csak kíváncsiságból. Nem vállalom el az ügyfelet. Lehet, hogy valaki elvállal, én biztos, hogy nem, mert nem játék. A kártya az is egy mágikus eszköz. És nem jósolunk, hanem utat mutatunk. Tehát erre is nagyon figyelni kell, mert sokan elkövethetik azt a hibát, inkább feltételezzük így, hogy elkezdenek jósolni, ha pszichésen az illető olyan, szuggesztióba beviszi a fejébe, és lehet, hogy neki megy a fának. Tehát, igen, pont ez volt egyébként tehát, bennem, hogy ez nem, ez nagyon komolyan kell, így van, felelősség. Tehát nem mondhatjuk azt, még ha karmikus is, mert ha azt mondjuk az ügyfélnek karmájában benne van, hogy egy komoly baleset, na de komoly baleset, ez lehet ekkora komoly baleset, meg lehet ekkora. De ha ő neki tudja, és azt mondjuk, hogy ezt el tudja kerülni, akkor lehet, hogy csak kap egy durdefektet olyan helyen, vagy meghúzzák az autóját. Számtalan ilyen példát tudnék mondani. De ha azt mondja neki egy olyan jós, hogy vigyázz, mert a nagy komoly autóbaleseted lesz, ő neki beül a fejébe, és már ráerősít. Tehát ezek nem játék. És a másik, amitől én egy kicsit frász kapok, hogy a gyerekeknek nem jósolunk, mikor szülők, ő tudni akarja 4-5 éves gyerekének, hogy lesz az élete. Igen. Tényleg? Nagyon sok ilyen van. És akkor elszoktam, hogy nem. Csak abban az esetben, ha komoly indok van, akkor megnézhetjük a gyereket. De csak kíváncsiságból nem. Ez a régi időkben is így volt. Ez most is így van, ez nem változott. Ez csak annyi, hogy divatból, hogy még megnézettem. Nincs ilyen, hogy divatból. Lehet, hogy én magam ellen beszélek olyan értelemben, hogy üzlet. De ez nem üzlet, ezt nem szabad úgy nézni. Tehát ha valaki azt nézi, hogy ez üzlet, akkor régen rossz. Tehát itt komoly energiákat, komolyan oda kell tenni magát, és igenis a szellemi kommunikációt komolyan kell venni, mert lehet, hogy ő viccel vele, csak hazavisz egy démoni energiát. Akkor mit csinál? Akkor az egész élete tönkre megy. Nem akarlak dolgoztatni, ez nem, most ilyen személyes érdeklődés lesz most, hogy amikor azért ez egy elég régi épület itt a Gyöngyösi TV-nek az épülete. Láttam. És hogy volt... Nem így kérdezem, úgy kérdezem, hogy milyen érzés volt. Tudtam, igen, láttam a gondolatot, bocsánat. Ezt muszáj megtudnom, tényleg. Mikor megláttam, mikor kívülről először, akkor hát ott a torony részben ott azért ott vannak érdekes mozgások. Jaj. De szerintem ez azért van, mert most ilyen nyílik a csatorna. Viszont ide bejöve, fantasztikus érzés, amit már ugye az adás előtt is mondtam, hogy szeretett energiák így röpködnek. Tehát fantasztikus kis csapat, és ezt nem azért mondom, hogy most én itt hízelegek, mert nem. Annyira ismernek, akik ismernek, hogy néha szokták mondani, hogy nyers a modorom, igyekszem megfogalmazni, de tényleg, nem nyers, csak őszinte. Tehát nagyon fantasztikus itt a maga a légkör, a maga az energia, ahol egy picit rossz az a váró, az ott nem a legjobb, főleg az a
fal, amit azt nem kellett volna, ott, ott egy átjáró van, tehát az ott nagyon-nagyon nem jó. Biztos, hogy nem megyek be oda, most ez 100%. Bocsánat, inkább, de... Dehogy is, ne kérdezted, én nem mondtam persze, volna. Nem viccelj, köszönöm Nincs szépen. Olyan komoly baj, csak inkább azt mondom, hogy olyan, úgy képzeld el, akkor így, hogy ezt említessük a nézőknek is, hogy van egy tiszta vödör, abban tiszta víz van, ott az olyan, hogy sáros víz van. Tehát nem démonok, nem szellemek, nem. Egyszerűen egy olyan lerakódás, jaj, bocsánat, csak belementem nagyon, és megkirázott a hideg, tehát én igen is ugyanúgy ilyenkor. Tehát olyan, mint egy sáros víz lenne. Ami nem mindig jó, mert nyilván az kihatással van a munka területre, viszont mivel, hogy az egy váró, ilyen téren nincs kihatással annyira. Pontosan ez volt bennem, tehát hogyha vannak mondjuk a környezetünkben esetleg ilyen rossz energiájú szellemek, az tényleg kihatással lehet az élet? Igazából ezt külön választanám, tehát minden, aki nem fizikai teste van, az ő a szellemi lények, az angyalok is szellemek. Na most van a démoni oldal, van a negatív szellemek, akkor úgy mondom, hogy röghöz kötöttek, akik nem keltek át a fénybe, és azok tudnak komoly problémákat csinálni, de való igaz. Én azt szoktam mondani, hogy ha valami ilyet érzékel bárki, ne kezdjen el otthon kóklerkedni, tehát ez nem olyan, mint én is tudok jól főzni, meg mindenki mondja, hogy jól főzök, de nem vagyok mesterszakács. Tehát a fogácsra fogja otthon kihúzni, vagy lehet, hogy falun valaki kihúzta, de az el is vérzik esetleg. Tehát ezekre nagyon-nagyon kell figyelni, mert ugyanolyan komolyan kell venni, tehát ami fönt, vagyis ami lent, az fönt is úgy van. Tehát ugyanolyan komolyan, mint bármi más betegséget, idézőjelben mondom, mert ezek tudnak olyan komoly problémákat is okozni, hogy akár betegségeket létrejönnek az emberek fizikai testében. Biztos te is hallottál már olyat, hogy valakinél azt mondták, hogy nem értik, miktől gyenge, beteg, holott minden lelete tökéletes, vagy szellem van a lakásban, vagy egy átok van rajta, vagy egy rontás, vagy egy kötés, vagy elhunyt lélek van az otthonában, tehát millió egy oka lehet. Egy picit puskáznom kell, mert hogy ilyeneket is, ilyenekkel is foglalkozol, mint amit te is felsoroltál, hogy rontáslevétel, energetikai feltöltés, védelemkészítés, kötések, oldások. Ezek hogyan működnek? Ilyen röviden lehet erről beszélni? Nem nagyon, hát ezek mágikusan. Tehát azért van egy konzultáció, az ügyfél eljön hozzám, megnézzük, hogy mire van szükség, mert általában mindenki, mint az orvosnál, tisztában van. Legtöbb, bocsánat, nem azt mondja, hogy itt és itt van elakadása, vagy valami nem jó, hanem már egyből tudja, hogy neki mire van szüksége. Na most ilyen nincs. Mert hiába mondja nekem azt az ügyfél, hogy ő rajta átok van, amikor látom, hogy nem átok van, hanem esetleg ő magának bevonzotta azzal, hogy annyira erőteljesen. Tehát ezek szertartásszerűen mindenképpen működnek. A kötésekkel én azt mondom, hogy ugyan le van írva, de a kötésnek is több formája van. Tehát amikor inkább harmonizálás mondanék, mert vannak kapcsolatok, hogy kihűlnek, de még szeretik egymást, akkor azokat lehet harmonizálni. Én a kötéseket nagyon nem preferálom, ezt tudják sokan, van, aki megcsinálja, én nem igazán. Ezzel én nem teljesen értek egyet, nem is az, hogy nem értek, mert mindenkinek szíve joga. Csak én nem áll hozzám közel. Tehát egy picit hozzám közelebb áll az, hogy tisztítás, átoklevétel, szellemidézés, szellemeket elküldeni. Tehát ez a kicsit durvább oldal, tehát ilyen értelemben fogalma, nem a fekete oldal, hangsúlyoznám, mert mindig feketébe ők is mindenki azt hiszi, hogy nem. Ezt még külön kiemelném, hogy a fekete az egy tisztítás és megvédelem is, és a titokzatosság is, mert sokszor ezért megszólnak, úgyhogy nem, hanem egyszerűen az, hogy inkább leszedjünk az, ami csomó van, oldjuk meg azt a sebet. Tehát inkább a megoldási területre szeretem összpontosítani a dolgaimat. Még 140 percig tudnálak kérdezgetni egyébként, de már csak 2 percünk van, sőt már csak egy, úgyhogy még egy szerintem ez fontos kérdés, és én azt gondolom, hogy ez sok mindenkit érinthet, hogy lehet, hogy rossz kérdés, nem jó, tudom, majd megmondod. Mi történik velünk a halálunk után? Hű, na erről sokáig tudnék beszélni. Ugye, hogy 140 perc, értem én. Így van. Hát én erre azt mondanám, és akkor egyszerűbben meg tudom fogalmazni, hogy remélem filmcímet mondhatok, és ebből nem lesz probléma. A Ghost filmet nézzék meg, mert nagyon-nagyon tanulságos, és aki ezt a filmet megírta, ez nagyon értett hozzá a mágia világához. Tehát nagyon jól tükrözi. Most nyilván az egy film, de valóban így van. Tehát ugye 49 nap van a halál után, hogy a fénybe kerüljön a lélek. Ha nem kerül, akkor itt közeg segítőt kell kérni, át kell segíteni. Tehát
bizonyos értelemben látja a körülötte lévő dolgokat. Tehát én azért szoktam azt mondani, és itt a Halloween, hogy tiszteljük a halottainkat, adjuk meg, és mindegy, hogy milyen volt a földi létben a tisztelet. Vagy ne, nem véletlen a nagyanyáink azt mondták, hogy halottról vagy jót, vagy semmit, mert ők pontosan tudják. És akkor van olyan, hogy igen, csapkodnak éppen itt maradt ebben a földi síkon, és akkor megy kísérteni. Tehát van ilyen, most így nagyon kicsit kisarkosítva, és röviden. Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, mert ez azért szerintem eszméletlenül izgalmas téma volt. Remélem, hogy fogunk még majd találkozni, és fogunk veled még beszélgetni. Köszönöm, hogy én itt voltál. Köszönöm. Önök pedig nem menjenek messzire, mert a folytatásban majd megnézzük Lilit, hogy hát mivé varázsolta itt át a modelljeit. Továbbá majd egy picit jógázunk Daisyvel is, és beszélgetünk a gyászfeldolgozásról is, úgyhogy mindenképp maradjanak velünk. Ahogyan ígértük, itt van velünk dr. Szabóné Maszler Judit, pszichológus, akivel többek között beszélgetünk egy kicsit a gyászfeldolgozásról. Szia, köszöntelek! Szia, én is téged! Hát azért itt halottak napján azért szoktunk veled mindig egy picit segítséget kérni, vagy beszélgetni veled, ugyanis azért ilyenkor az emberek nagy többsége kicsit jobban gyászol, vagy jobban előtör belőle ez a gyászoló időszak. Mit tudsz mondani, hogy mit tehetünk ilyenkor? Hogy mit tehetünk? Természetesen sokan gondolják azt, hogy a gyász folyamatát lehet tudatosan irányítani, és erre vannak ugye különböző technikák, szakaszok, hogy kellene átmenni a gyász folyamatán, de igazából a gyász az a szív folyamata. Hogyha engedjük és hagyjuk, hogy jelezze nekünk a szívünk, a lelkünk, hogy éppen mire van szükségünk, és mi az, ami felszínre tör ezen a napon, akkor azt engedjük megélni. Ez a legjobb tanács, amit adhatok. Vannak olyan emberek, akik ilyenkor tényleg nagyon felerősödik bennük. Nekik hogyan tudunk segíteni? Az, amikor felerősödik ez a mély gyász érzése, az a fájdalom, ez biztos, hogy egy árulkodó jele annak, hogy még vannak feldolgozatlan érzéseink az elvesztett személlyel kapcsolatban. Mindenképpen a legfontosabb az, hogy ugyanúgy, ahogy az előbb mondtam, hogy engedjük ezt az érzést, ugyanakkor keressünk segítséget, támaszt, hogy ne egyedül kelljen ezzel megbirkóznunk, hiszen sokkal könnyebb, hogyha elmondhatjuk valakinek, hogyha támaszkodhatunk valakire bármilyen nehézség közepette. Neked egyébként mi a tapasztalatod erről, hogy mi felnőttek esetleg belátjuk azt mondjuk tényleg, hogyha egymagunk egy ilyen teherrel nem tudunk megküzdeni, vagy szeretjük inkább eltemetni magunkba, vagy tényleg képesek vagyunk segítséget kérni? Ritkán, igen. Tehát ahány ember annyiféle módon állnak a veszteségérzéshez is, és pontosan annyi féleképpen is jelenik ez meg a mindennapokban. Igen, vannak olyan típusú személyek, akik a halottak napját, a Mindenszentek ünnepét is igazából egy ilyen kötelező jellegű ünnepnek tartják, fölöslegesnek érzik az ő életükben, de pontosan azért, mert esetleg nehezebben néznek szembe azokkal a negatív érzésekkel, fájdalmas érzelmekkel, amik feltörnek ilyenkor bennük. Tényleg vannak ezek a típusú emberek, akik így nagyon elnyomják magukban ezt a dolgot. Egyébként ez hosszú távon, ez lehet rossz hatással adott személyre? Igen, gyakorlatilag a gyászfeldolgozásnak pontosan az a lényege, hogy megéljük azokat az érzéseket, és átdolgozzuk magunkban. Ugye itt tévesen azt mondjuk, hogy feldolgozzuk, de igazából megtanulunk együtt élni ezekkel a veszteségekkel, átdolgozzuk, bár mennyire is próbáljuk tudatosan, de hogy tényleg így az érzelmek megélésén keresztül, és hogyha ez nem sikerül hosszú távon, akkor nem tudunk önazonos életet élni, pedig az a legkiegyensúlyozottabb, legsikeresebb életvitel, hogyha az élet minden területén önmagunkat adhatjuk. A gyásznak azért elég sok szakasza van talán, nem? Mondhatjuk így. Igen. Többféle elmélet igyekszik szakaszokra bontani a gyászfeldolgozás folyamatát. Ez segíthet abban nekünk, hogy felismerjük esetleg azt az állapotot, vagy azt a stációt, amin éppen keresztül megy az illető, ugyanakkor bekorlátoz bennünket, és elveszi pont a lényegét ennek a gyászfeldolgozásnak is abból a szempontból,
arról, hogy mindenki egyedi módon, mindenki másképp éli meg ezeket a fájdalmas érzéseket. Ettől függetlenül, igen, megvannak a gyászfeldolgozás szakaszai, ugye a legegyszerűbben, a legelején ugye a tagadás, amikor szembesülünk, hogy elveszítettük a szeretett szemét, próbáljuk tagadni. Van a harag, a düh időszaka, amikor ilyen negatív indulatok társulnak ehhez az érzéshez. Van, amikor alkudozunk, nem is tudjuk, hogy kivel, de hogy próbálunk valamit tenni azért, hogy visszacsinálhassuk. Aztán, amikor ebbe bele kell törődnünk, nehéz elfogadnunk a megfordíthatatlanságba, akkor depresszióba is zuhanhatunk, és hogyha ebből sikeresen fel tudunk épülni, akkor jön el a megnyugvás, az elfogadás időszaka. Tapasztalom azt, hogy nagyon sokszor, meg tapasztaljuk mindannyian szerintem, hogy van ez a gyász időszak, amit néha ránk erőltetnek, hogy hát még annyira rövid idő telt el, és már még nincs itt az ideje, hogy tovább lép. Bizonyos kultúrákban meg pont az van, hogy csak egy-két nap. Ez sem jó, nem? Hogy ránk erőltetnek akár egy hosszabb gyász időszakot, vagy akár egy rövidebb letételt. Igen, sietetni azért se szabad, ugye természetesen megvan itt különböző kultúrákban ennek a szokása, és Magyarországon leginkább a gyász évet szokás emlegetni. Ez se igaz abban a formában, hogy van, aki tényleg pár hét, pár hónap alatt átmegy egy olyan folyamaton, amivel azt lehet mondani külső szemmel, vagy akár ő is úgy éli meg, hogy lezárta ezt a gyász folyamatot, de van, akinek ennél jóval több időre van szüksége, mint egy év. Az egy év az abból a szempontból fontos, hogy ugye az egy év alatt sok-sok évforduló köthető ahhoz az adott személyhez, és ezek mindig feltépik azt a sebet, nem engedik, hogy eltávolodjunk így térben, időben, érzelmileg az adott személytől. Sietetni nem szabad, mert bár lehet, hogy a felszínen úgy tűnik, hogy túl van azon a személy, de igazából csak akkor lesz majd túl azon a fajta fájdalmas érzésen, amikor ő maga is úgy érzi, és ez megjelenik az életvitelében is. Igen, tehát hogy én azt érzem valahol, hogy a gyász maga az egy picit olyan tabu téma kifelé. Tehát, hogy van egy személy, és ahogy te is említetted, hogy vannak a gyásznak különböző szakaszai. Nyilván az elején az ember úgymond felvállalja, de lehet, hogy egy bizonyos idő után már tényleg ilyen tabu témaként kezeli, nem csak ő maga, hanem a körülötte lévők. Igen, igen. Hát ehhez elsősorban a tabuhoz, magához a szorongás, az a negatív érzület társul, ami miatt nehéz így felfogni, hogy most mivel is állunk szembe. És ugye milyen egyszerű, hogyha valamit nem ismerünk, hogyha valamitől idegenkedünk, akkor azt letagadjuk, és megpróbáljuk eltávolítani magunktól. De az sajnos visszaköszön az életünkben, más helyzetekben tör felszínre, nem engedi, hogy csak úgy hátat fordítsunk neki. Ebben az időszakban azért ugye nyilván úgymond az elmúlás, az tényleg a mindennapjaink részévé válik. Ilyenkor te mit tapasztalsz, hogy mondjuk a haláltól való félelem az ilyenkor fel tud erősödni az emberekben? Természetesen ez az elsődleges úgymond jelenség, ami miatt így félünk megtapasztalni ezt az érzést, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy kimegyünk a temetőbe, és bár ilyenkor a legszebb igaz a temető, de mégis azért a sírok látványa, az a sötétség, a ridegkövek, aki fél a saját halálától, az elmúlástól, felerősödhetnek ezek a szorongásos érzések. Mindenképp fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy hogyan állunk mi ezekkel a kérdésekkel, és hogy az, amit érzünk, az tényleg mihez kötődik. Mi az, ami miatt én nem tartom fontosnak ezt a napot, mi az, ami miatt én idegenkedek tőle. Hogy lehet, hogy van olyan, amivel nem merek szembenézni, nem merek szembesülni. Szóval, mint az élet oly sok területén, ez is egy önismereti folyamat. Ami számomra nehéz kérdés, vagy én azt gondolom, hogy talán egy nagyon nehéz kérdés az, hogy azért a gyermekek is látják vagy elmúlást, vagy nem is tudom, hogy talán ők, hogyan fogalmazzuk ezt meg, hogy a gyermekek mit látnak a halált, az, hogy mama mondjuk már nincs ott, velük mikor érdemes, vagy hogyan érdemes velük erről beszélgetni?
Hát ugye kérdezett, hogy mit látnak a gyerekek, azt, amit mi mutatunk nekik, azt, amit általunk megélnek ebből az egész történetből. Bármit is mondunk, a legfontosabb számukra az, ahogy mi közvetítjük ezt feléjük érzésekben, szorongásban. Éppen emiatt nagyon fontos az, amit az előbb mondtam az önismeretről, hogy ha gyerekeink vannak, akkor kötelező jelleggel szembe kell néznünk ezekkel az érzéseinkkel, még hogyha nehéz is, hiszen a gyermekeinket minden területén az életnek tanítjuk. Hát erről is tanítanunk kell őket nevelni, és mutatni nekik egy olyan elfogadható alternatívát, egy olyan elfogadható módozatot ennek a feldolgozására, elfogadására, ami az ők is lelkének még befogadható. Ilyenkor minden szentekkor egyébként érdemes őket már bevonni, hogy mi is történik tulajdonképpen ilyenkor, vagy van valami javaslatot, hogy várjuk meg a x éves kort, amikor tényleg mondjuk már vigyük magunkkal és beszélgessünk el vele például a minden szentekről, illetve a halottak napjáról. A gyerekek azért nagyon csodalények, mert hogy ők annyira rugalmasan állnak az élet minden korszakában, minden jelenséghez, abszolút hajlíthatóak lelkileg, hogyha ők pici koruktól kezdve így tényleg egy olyan közegben nőnek fel, ahol nincs színjáték, ugye megélhetik azt, hogy ők mit éreznek, és a szülők is saját magukat adják minden helyzettel kapcsolatban, akkor nincs mitől tartani. Abszolút részesei az életnek, és sokkal könnyebben tudnak alkalmazkodni még ehhez is, és el tudják fogadni, be tudják fogadni még a negatív érzelmeket is, ha a szülők számukra biztonságos módon továbbítják. Tehát, hogyha mi úgy érezzük szülőként, hogy biztonságot adóan ott tudunk lenni a gyermekünkkel, amikor beszélünk a nagymama, nagypapa betegségéről, elvesztéséről, hogyha van valami mesébe ágyazható történetünk, vagy megvan ugye a mi olyan biztos lábakon álló felfogásunk, hogy mi történik ilyenkor, és mi lesz az élet után, akkor ne féljünk attól, hogy be tudják-e fogadni, mert be tudják. Ez olyan érdekes egyébként, mert például nekem az édesanyám óvónő, és ő, nálunk ez a például november 1-én, amikor kilátogatunk a temetőbe, nálunk ez egy ilyen igazi, ilyen most bocsánat, de egy tök jó program, mert kimegyünk, beszélgetünk, régi történeteket mesélnek a szüleim, utána összeülünk, még otthon is meggyújtunk egy gyertyát, együtt teszegetünk, kiszogatunk, társasjátékozunk, tehát hogy ez egy ilyen igazi családi este. Annyira jó, hogy ezt mondod, mert gyakorlatilag ezen a példán keresztül lehet a leginkább szemléltetni, hogy miről is szól a gyászfeldolgozás. Tehát az, amikor az ember lelke egyensúlyba kerül és feldolgozódik egy veszteség, az pont így éli meg az ember, hogy úgy tud az elvesztett szeretteiről már megemlékezni, hogy tud közben mosolyogni, nevetni, a boldog pillanatokat felidézni, anélkül, hogy mély depresszióba, rossz érzésekbe burkolózna közbe. Tehát ez egy csodálatos példája annak, hogy olyan jó lenne, hogyha egy pont után mindenki elérkezne ide. Igen, de azért ide nehéz megérkezni. Nehéz és küzdelmes, ugyanakkor meg ez a természetes menete az életünknek, ezzelől ki tudunk bújni, el tudunk szaladni, de sokkal hasznosabb és sokkal teljesebb, hogyha nem tesszük ezt és megküzdünk ezekkel a fájdalmas érzelmekkel is. Hát igen, meg hogyha odafigyelünk, talán kicsit jobban ilyenkor a családunk. És a család, is. Igen, az is egy kulcsmondat, hogy a támasz az, hogy nem egyedül kell ezt megélni, hanem ott vannak körülöttünk a még élő szeretteink, az plusz erőforrás nyújt minden helyzetben. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép végszó, és tényleg a családi kötelék azért az nagyon sok mindenen át tud minket vinni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és egy picit beszélgethettünk erről. Most pedig következzen Daisy, úgyhogy jogamatracokat elő, de ne kapcsoljanak el, hiszen még beszélgetünk majd Lilivel is, és megnézzük, hogy milyen csodas minkeket készített. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyunk egy újabb gyakorlásra. Előjáróban annyit, hogy tegnap részt vettem egy arckezelésen, és azóta egy kicsit
furán húzódik a bőröm, úgyhogy ha a hangom is egy kicsit fura, valószínű ez a sok csodaszer, amit ráraktak az arcomra, valószínű annak a hatása, úgyhogy ne lepődjetek meg, még mindig én vagyok ez. Igaz, hogy egy kicsit, igen, azóta olyan furán érzem magam, de valószínű, ha kialszom magam, akkor jobban fogom magam érezni. Úgyhogy a mai alkalommal olyan gyakorlatokat szeretnék bemutatni, amihez jóga téglát fogunk használni. Na most, hogyha nincsen jóga téglátok, akkor nyugodtan lehet valamilyen vastagságú könyvet, jó kis háború és béke, vagy ilyesmit használni. És azt szeretném ezzel bemutatni, hogy ezeket a jóga téglákat, vagy hogyha könyvet használsz, akkor mennyire tudják segíteni a gyakorlásodat, úgyhogy pár gyakorlatot szeretnék ezzel a két téglával bemutatni. Első, az annyira egyszerű, hogy csak ráülünk a téglára, viszont hogyha nem szoktál hozzá ahhoz, hogy a földön ülsz, akkor nagyon sokat tud segíteni ez a két tégla, vagy hogyha ráülsz két könyvre, mert ilyenkor előre tudod billenteni a medencédet, és így a térded is egy kicsit alacsonyabban lesz, mint a csípőd, és ilyenkor a gerinced természetes görbülete az ugye tud jobban előjönni, úgymond, mert hogyha a földön ülsz és egy picit így begörnyedsz, akkor ugye már is hát domborítod az alsó háti szakaszodat, viszont hogyha a térdeid előrébb vannak, mint a csípőd, akkor sokkal egyszerűbb ez a görbület megtartása. Nyugodtan felpolcolhatod a térdeidet, és nem kell természetesen úgy ülnöd, ahogy én ülök, hanem keresztezheted a bokádat, vagy keresztezheted a sípcsontodat. Az a lényeg, hogy ez a természetes görbület ez legyen meg, ne érezd úgy, hogy feszülsz, ne érezd úgy, hogy most aztán nagyon ki kell húzni magad és megfeszíteni az összes izmodat. És csak csücsülj így egy percig vagy kettőig, tehát lassan-lassan építsd fel ezt a pozíciót. Következő, tehát ezt bármikor csinálhatod, ha nézed a tévét, ülj a földön, ülj ezeken a télekon, hogyha kemény a könyv, akkor nyugodtan takard le egy takaróval, pokróccal, törölközővel, hogy kényelmes legyen neked természetesen. És akkor a következő pozíció, ebben mozoghatsz ki és be, elhelyezed a két jóga téglát ezen a magas pozíción, és előre lépsz a jobb lábaddal, és itt is nyugodtan, ez ilyen, hát szabad stílusban lehet előre-hátra hintázni, fölemeled az elől lévő lábujjakat, jössz a sarkadra, előre engeded a csípődet. Az a lényeg, hogy próbáld meg a mellkasodat nyitva tartani, ergo ne engedd, hogy ez történjen, amikor nagyon nehéz levegőt is venni. Még mindig picit húzódik az arcom, de valami csodakrémet tettek rá, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon szép és baba bőröm lesz holnapra. Úgyhogy itt lehet egy picit előre-hátra hintázni, figyeld meg az érzeteket, maradhatsz elől is, és akkor jobbra-balra picit tudsz mocorogni. A lényeg ezeknek a jóga tégláknak szerintem, én sokszor szeretem őket használni, saját gyakorlásomnál is, meg órán is. Az a lényeg, hogy egy picit a földet közelebb hozd magadhoz, így nem kell annyira megfeszülni, vagy hát úgymond küzdeni a levegőért, mert ilyenkor, hogyha egy picit több a tér, amit teremtesz magadnak a jóga téglákkal, akkor ugye tudsz jobban és mélyebben lélegezni. Úgyhogy ez ilyen szabad stílusos gyakorlás most, csak bemutatok párat, ami így például nekem jól esik, de ti is nyugodtan mocorogjatok egy picit, és találjátok meg azt a pozíciót, ami jól esik. A reggel is jó ezt csinálni, vagy este lehet beleépíteni egy kis törzscsavarást, emeled a karod, leengeded, megérinted a másik téglát, és nyilvánvaló ugyanezt megcsinálhatod a másik oldalra is. Lehet, hogy most ezen a másik oldalon picit kötöttebbnek érzed a csípődet, vagy a combodat. Itt is lehet hintázni előre-hátra,
nyilván nem kell erőltetni semmit, ha csak eddig jutsz, már az is számít, ha csak egy millimétert tudsz tovább menni, az is számít. Tehát mindig azt mondom, hogy pici lépésekkel menj előre, és előre hátra, vagy egy picit lehet jobbra-balra, érzékeny a térded, tegyél valamit alá, ami puha, ami megtámasztja. Nyilván föl is emelheted a térded, hogyha az jobban esik, lehet előre-hátra hintázni, vagy jobbra-balra mocorogni. Ugyanúgy beleszőheted ezt a törzscsavarást. Jó, és még mutatok egy pozíciót, amivel kísérletezhetsz természetesen, hogyha jobban érzed magad a jogatégla nélkül, akkor nem kell használnod. Két kezedet ráhelyezed, picit hátra lépdelsz a két térdeddel, és a testsúlyodat hátrafele helyezed. Baba póz. Itt azt figyeld meg, hogy mivel a kezeid, a karjaid egy picit magasabban vannak, ne feszüljön a vállad, lengetheted a fejed, bele lazíthatod a nyakad, vehetsz pár mély levegőt itt, de ha jobban esik, akkor nyilván lehet előre-hátra hintázni itt, megtartva a gerinc természetes görbületét, vagy ha jól esik, akkor előre jöhetsz, és akkor lehet ez a púposítás, homorítás, ugye a cica hát. Itt is megtámogatjuk kicsit a karokat, a kezeket, úgyhogy ugye magasabban vannak a földtől, két jóga téglán. És az utolsó pedig, ez ilyen mellkasnyitó lenne, nem a legelegánsabb póz, mert a feneked az fölfele, az ég fele fog nézni, de a két könyöködet teszed le a két jóga téglára, vagy a két könyvre, be is takarhatod, hogy puha legyen a könyöködnek, és leengeded a mellkasod, leengeded a fejed, a nyakad, összeérintheted a két tenyered, vagy csak az újbegyeidet. Itt is addig legyél, addig tartózkodj ebben a pózban, ameddig jól esik. Nyilván szeretnél elegánsan kijönni ebből a pózból. És ez csak pár gyakorlat volt, amire használhatod a jogatéglát, ha van neked ilyen. Ez ilyen puha anyagból van, tehát nagyon-nagyon könnyű. Vannak olyan jogatéglák is, amik parafa, tehát egy picit nehezebbek. Azzal nyilvánvalóan más dolgokat is tudsz csinálni, de az a lényeg, hogy kényelmes legyen, tehát hogyha kemény jogatéglád van, akkor mindenképpen pokrócot vagy törölközőt tegyél rájuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, azt hiszem, hogy belenézek a tükörbe ezután, a videó felvétele után, mert most már tényleg nagyon-nagyon húzódik az arcom, de nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg csak a csodaszereknek köszönhető ez. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tartsatok velem a következő alkalommal is. Na hát reméljük, hogy azért majd Daisyről lekerül ez a maszk legközelebb, de közben hozzánk már ide meg is érkezett Lili, illetve Viki és Ákos, ugyanis készen vannak ezek a halloweeni csodák. Igen, elkészültünk. Vikin láthattok ezt a Skull Candy nevezetű cukor koponyafestést egy kicsit átgondolva. Itt pedig egy másik koponyafestést láthattok, csak éppen tök formában átalakítva. Eszméletlenül jól néznek ki, tehát hogy annyira gyönyörűek a színek. Itt kérdeztem egyébként a két modellt, hogy milyen érzés viselni, és azért mondták, hogy egy picit ilyen húzódó érzés, hogy ezek a festékek azért valamelyest szárítják a bőrt. Persze, meg azért elég sok is került rájuk, szóval, hogy minél szebb legyen a hatás, rétegezni kell, meg azért ezek nagyon jól pigmentált festékek, úgyhogy ezek tényleg húzzák egy picit a bőrt, de egy idő után megszokja az ember, mert én is van, hogy egy napig viselem, és az egy nap végén már jól esik letörölni, meg lemosni, de egyébként hozzászokik az ember. Egyébként ez a titka egy jó Halloween is minknek, hogy jó minőségű festék, illetve több rétegbe legyen felvíve? Igen, hát én az én tapasztalatom alapján igen, hogy minél jobb
minőségű festéket használjunk, illetve hát nyilván azért az izzadás is segít, hogyha éppen nincs olyan melegünk, de egyébként igen, meg ha jól fixáljuk, akkor semmi gond nem lehet. Aki kezdő, mert hát azért vagyunk itt egy páran kezdők, és azért mondjuk a Halloween partik az egyre nagyobb teret hódítanak. Mit javasolsz? Mivel kezdjük? Mibe merjünk belefogni otthon? Szerintem nagyon jó videók vannak már fent a YouTube-on, nem feltétlenül kell profinak lenni ahhoz, hogy olyan sminket készíts, ami éppen a jelmezethez illik. Tök jó tutoriál videókat találunk, és szerintem bárki bármivel meg tudja csinálni. Nyilván sminkkel azért egy picit könnyebb dolgozni, ami otthon van, de semmiképp sem vegyük ezeket a nagyon olcsó arcfestékeket, amiket ilyenkor pár ezer forintért állulnak, mert az a rosszabbat teszünk a bőrünknek. Inkább akkor az otthoni sminkekkel dolgozzunk, de egyébként egy fekete, meg egy fehér festék egy jobb minőségű márkától azért sokat segít. Azt mondtam, hogy szerintem egyre több egyébként ez a jellegű tematikus parti. Te is így tapasztalod egyébként? Igen, hál' Istennek ez az időszak elég sűrű, úgyhogy most is a hétvégén három helyen leszek két nap alatt, úgyhogy én nagyon örülök neki, mert azért már egyre több nem csak gyerek rendezvények vannak, hanem most már felnőtt rendezvények is, meg bulik, úgyhogy szerintem egyre jobban elterjedt ez az ünnep. Férfiak is, nők is kérik, most beszélgessünk egy picit a felnőttekről, tehát fiúk, lányok, mindenki? Igen, sőt, ilyenkor azt szeretem a legjobban, hogy nem beülnek, és akkor csinálj valamit, vagy találj ki nekem valamit, hanem konkrétan képekkel érkeznek, vagy ötlettel, vagy jelmezzel, és akkor ott együtt találjuk ki, hogy lenne a jó, hogy állna nekik jól, mi az, amit én ajánlok, mit szeretnének, szóval azért sokkal kreatívabb ez az időszak ilyenkor. Van, ami nagyon elterjedt, ami tuti, hogy festened kell majd esetleg? Igen, amúgy a koponya az mindig. Szeretik a bohócot, meg az a lényeg, hogy véres legyen. Tehát, hogy, és akkor te ilyen sebeket, meg ilyen ilyesmiket is szoktak kérni? Hát vagy? Az a baj, hogy ahhoz több idő kell. Szóval egy ilyen partin, ahol ott vagyok 5-6-7 óra hosszát, azért ilyenekre annyira nincs idő, de egyébként megpróbálom a festékkel, meg művérrel kompenzálni ezeket a dolgokat. És hogyha gyerekpartiba mész Halloweenkor, akkor is marad a pillangós történet, vagy azért miket kérnek a gyerekek? Fú, ez nagyon változó, de ott is inkább anyával, apával keresgélnek képeket. Az általános iskolás korosztály már azért az ijesztőbb vonal felé is elmegy, de egyébként a kislányok még van, aki marad a pillangóknál, meg a szivárványoknál, de vannak, akik szeretik, akik hozzá vannak ehhez a tematikus partikhoz szokva, és akkor ők már szoktak kérni kicsit ijesztőbbet. Vannak olyan praktikáid, amit esetleg el lehet árulni, amikor egy-egy ilyen sminket készítesz? Fú, praktika. Ami olyan nagyon titkos, és úgy gondolod, hogy ez igazán nagyon rád jellemző. Hát szerintem a kedvesség. Most ez nem sok ez kezem van az ecseknek, de én azt vallom, hogyha kedves vagyok a vendéggel, a klienssel, vagy fogalmazhatunk bárhogy, akkor szerintem az nagyon sokat segít. Azok akkor is, hogyha nagyon szégyellős, de mindenképp szeretne festés, legyen gyerekről, felnőttről szó, hogyha folyamatosan beszélgetünk és sztorizunk egymásnak, meg mondom, hogy éppen mi történik, mit csinál, szerintem az nagyon sokat segít nekem is, meg nekik is. Amikor jönnek ez az időszak, akkor egyébként te szoktál még otthon gyakorolni mondjuk? Igen, mind a két festést elkészítettem már magamon is, és én ezt külön élvezem. Szóval évközben én nem szoktam nagyon úgy magamat festegetni, de ilyenkor Halloweenkor mindig keresgélek valami új ötletet, hogy mi most a trendi, szétnézek azért a neten, hogy tényleg én is képbe legyek, hogyha kérnek valamit, ne nézzek, mint Rozi a moziba, és igen, olyankor szoktam. Hát ez egy ilyen 4-5-6 órát igénybe vesz így esténként, és akkor utána. És akkor te is egyébként úgy szoktál gyakorolni, hogy mondjuk látsz egy ötletet, egy mintát, és akkor tényleg ezt úgy képzeljük el, hogy leülsz a tükör elé, és akkor mindent így precízen, pontosan megfestesz magadon. Igen. És nem sajnálod lemosni? Hát nehéz, de azért húzza a bőrt rendesen. Úgyhogy egy idő után jól esik. Hát egy 4-5 festésnél többet nem bírok ki próbával, mert azért elég sok festék kerül az arcra, és akkor abba is szoktam hagyni, azért szoktam több napot inkább erre szállni. De igen, a fényképek után azért nehéz lemosni. Azért tényleg a Halloween, mint te is mondtad, azért ez egy kiemelt időszak, illetve gondolom, hogy a gyereknap környéke. Farsangi időszakban is szeretünk most már ilyen jellegű sminkeket kérni? Hát
Hát az még egy picit maradt a jelmezes tematikánál, inkább én azt veszem észre, hogy a gyerekeknél is ugye inkább több fajta jelmez van már otthon, és nem éppen a festés a lényeg, inkább a gyereknapi időszak, ami megint már ilyen, de a farsang még nem, de hát ha. És akkor neked már tulajdonképpen a gyereknek úgymond nem is olyan kihívás. Ott még mindig azért ilyen csillámokat, meg ilyesmiket még mindig szeretnek? Igen, azért ebbe a festésbe is próbáltam egy kis csillogást belevinni, mert nyilván Ákosnak azért annyira nem vittem túlzásba a csillámokat, de igen, nincs olyan festés, ami kimaradna csillám nélkül. Hát én gratulálni tudok neked csak, mert tényleg annyira gyönyörű lett mind a két smink, hogy én tök elhiszem, hogy szegény Ákos egy tök fej. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk köszönöm neked, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, ugyanis hát sajnos véget ért már ez a jó kis halloweeni adás. Mindenkinek nagyon-nagyon jó partit kívánok, aki ilyen eseményre ment, illetve a Mindenszentekre és a Halottak napjára pedig sok-sok kitartást és meghitt perceket kívánok önöknek a családjaikkal. További nagyon szép estét és kellemes hétvégét, viszontlátásra!